Na, újabb napunk kezdődik, nem is akárhol. Itt vagyunk az északi részen a szigetnek. La Olivia neve, és ez egy ilyen kiszáradt folyómeder az egész rész. És ilyen, úgy hívják, hogy mini Grand Canyon, hát tényleg mini, mert ilyen mennyi maximum, egy ilyen 10 méter magas lehet, de viszont iszonyatosan szép. Ilyen természetvédelmi terület. Úgyhogy ide eljöttünk, ezt most megnézzük. Na, nagyjából ide eljöttünk a kanyon végére. Nagyon szép föntről, csináltam is videót, de onnan beszélni lehetetlenség. Egyszerűen annyira fúj a szél, hogy abban semmi, de semmi hang nem hallatszódna a szélfújáson kívül. Majd itt megpróbálok egy picit drónozni. Hát, ha sikerül. De ilyen, nézzétek. Elég szépen néz ki. És itt, ahogy látom, azért elég vizes, tehát itt azért gondolom, hogy nagyobb eső után tud lefolyni a víz. Nem gyengén. Sajnos erre a vulkár nem lehet felmenni, mert onnantól kezdve olyan meredek itt a kanyartól, hogy átmegyünk a másikra. Úgyhogy mindenképpen egy vulkárt már ígértem nektek régóta. Beszélni is. Még oda kell mennünk. Bocs, így jobban látszik. Úgyhogy remélem föl tudunk menni. Egyelőre még az idő az jónak tűnik. Sziasztok! A vulkántúra után eljöttünk ide Karalejó strandjára. Itt is kájtosok vannak, hát a szél az itt is borzasztóan fúj, így ránézésre. Úgyhogy azért is inkább innen jelentkezek be, mert itt lesz valami hang még normálisan, de lemegyünk mindenképpen a beachre, kicsit megnézzük, hogy milyen, illetve a kájtosokat, hogy mit produkálják magukat.
Mutatok valamit, hogyha úgy gondoljátok, hogy több időtök van, vagy több szigetet szeretnétek bejárni, akkor nagyon jó össze lehet kötni Fuerteventurát Lanzarote-val. Komp jár, 30 perces körülbelül az út. És látjátok, ez a szar a sivatagban. Nincsen bokor, nincs hova pisilni. Srácok, ez a nap is lassan véget ér. Hát elég mozgalmas volt minden tekintetben. Szinte minden oldalát sikerült megnézni a szigetnek. A vulkánt, a sivatagot, a gyönyörű tengerpartot. Hát sajnos nagyon nagy volt a szél, remélem ez holnap egy kicsit lehagy, hiszen holnap folytatjuk tovább kalandozásainkat itt Fuerteventurán. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is. Mindenképpen kérlek titeket itt alul a papagáj jelen, iratkozzatok fel, nagyon sok segítség lenne nekem, illetve ti is sokkal több videót láthatnátok.